Köszöntöm a hallgatókat, mint ahogy már említettem, van egy meglepetés vendégünk, méghozzá Sebők Sándor személyében, aki a Ribogzi zenekarnak az énekese, gitárosa. Szervusz! Szia! Hello! Na hát akkor beszéljünk először a névválasztásról, hogy született ez meg? Igazából nagyon sokszor, nagyon sokféle néven gondolkoztunk, és ez egy ilyen kicsit vicces történet, egy ilyen részeg állapotban egy úri ember megpróbálta kimondani ezt, hogy dezoxiribonukleinsav, és ebből Ribogzi született, kicsit úgy makogva, és mi ezen olyan jót röhögtünk, hogy úgy döntöttünk, hogy ez nekünk tökéletes lesz. Úgy sejtem, hogy azért túl sokan nem ismerek titeket itt Dunaújvárosban, azért pár szót, hogyha mondanál a zenekarról, illetve a munkásságotokról, akkor az jó lenne. 2004-ben alakultunk, de akkor még csak így elméletileg, mert dobosunk még nem igazán volt. És hát az első nagy áttörés az 2006-ban sikerült, amikor tudtunk venni egy dobszerelést is, és akkor lett dobosunk is egyből, mert a dobos személye az már megvolt, csak dobfelszerelésünk nem volt hozzá. Azóta folyamatosan próbálunk zenélni, bejutni különböző fesztiválokra, de így környékbeli kisebb-nagyobb ilyen fesztiválokon azért részt veszünk, mint például itt voltunk az Dunaújvárosi ilyen kisebb szabadtéri fesztiválon, ott is, mint az utolsó zenekar. Amúgy meg hát egy CD-tek már minimum van. Igen, megjelent. Lehet erről tudni. Igen, megjelent egy CD-nk is, amit teljes mértékben önerőből osztunk össze saját magunknak. Meg persze meg szerettük volna mutatni magunkat, igazából ez a legjobb szóra. Voltak támogatóink is, de azok is ilyen környékbeli kisebb vendéglők, ilyenek, és akkor segítkeztek, hogy összehozzunk egy CD-t magunknak. Milyenre sikerült szerinted az album? Olyan lett, amit eleve elképzeltetek, vagy esetleg kicsit máshogy sikerült így a munkálatok során? Nem pont olyanra sikerült, amire szerettük volna, de mivel ezek voltak az első számaink, amit annó elkezdtünk írogatni saját magunknak, csak saját számok találhatók rajta, és ez eléggé ilyen rockosabb stílusban született, ami igazából hozzánk közelebb áll az ilyen light rocknak mondható, kicsit bluesosabb light rock. Sokan mondták már ránk, hogy kicsit underground, amik mostanában a új zenéket, amiket írunk azokra, de ezek elég ilyen rockosabb lett. Nos, milyen zenéket emelnél ki a CD-ről, amiről érdemes beszélni? Hát a Fel kéne ébredni című zenénkről, nótánkról már született egy videoklipünk is, amit így megtalálható ilyen YouTube-on, meg ilyen helyeken. Előbb beszélgettünk arról, hogy hát egy-két dalotok eléggé hirtelen és érdekesen született, például a Füstaházak felett. Ez konkrétan hogy is volt? Hát velünk megtörtént az, amit általában egyetlen zenekarnak sem kívánnék. Nekünk leégett a próbatermünk. Nem nagyon örültünk neki, persze kiürülne ilyennek. Hát elég tragikus eset volt, bent égett mindenünk. Teljes mértékben a ritmusgitárosunknak még a gitárja is szétégett. A dobtól kezdve mindenünk meghalt, és újra kellett kezdenünk, volt egy kisebb-nagyobb leállás, így végig gondoltuk, hogy van-e értelme, és szerveztek nekünk egy jótékonysági koncertet, ott, ahol lakunk, és így befolyt egy kisebb-nagyobb összeg, meg mi is még hozzáraktunk, és így sikerült újba a technikát venni, meg hangszert, és újra tudtuk kezdeni. Hát ez mindenféleképpen örömhír, és hogy miért is örömhír, szerintem hallgassuk meg a számotokat, és megtudjuk. Akkor érkezik a Ribogzi zenekartól a Fel kéne ébredni, itt a Nap Rádiójában. A nap témája. Ismét itt vagyunk továbbra is, Sebők Sándorral beszélgetek, a Ribogzi zenekarnak az énekesével, gitárosával. Beszélgessünk egy kicsit a koncertekről, ugye fel fogtok hamarosan lépni Dunaújvárosban, pontosan hol és mikor lesz ez? Bal kettőben fogunk fellépni február 20-án. Hány órától? Ezt lehet-e már tudni? Még pontosan nem, még nem tudjuk, hogy ki lesz a, meg milyen sorrend, kik lesznek ott most milyen sorrendben. Jó, de hát a Rádió 24 hallgatók azok úgyis tudomást fognak szerezni itt a éteren keresztül tőlünk. Korábban is felléptetek már Dunaújvárosban, mert ugye ezt említetted, hogy a fesztiválon is itt voltatok, illetve voltatok még egyszer, hol is? Szágramór kocsmában léptünk fel. Igen, és hát mi történt ott? Itt Újvárosban minket mindig is a víz szívatott meg, a víz az ellenségünk, mert pont mikor elkezdtük volna a zenélést, a női WC-ben valami éppen eldugult, vagy valami csap eltört, pontosan nem tudjuk mi, és ömlött ki a víz.
És éppen, hogy csak elkezdtünk játszani, az első szám után abból is kellett hagynunk, mellepett minket a víz. Körülbelül 3-4 órát játszhattunk volna. Ebből lett durván negyed óra. Körülbelül, mert fél órán keresztül felmostak. Már ilyen 2 centis víz állt, a dob szőnyegen volt, és felfogta, és ott majdnem ellepte az elosztókat is. És a fesztiválon, és itt a következő, mi lettünk volna az utolsók, és elkezdett szakadni az eső. Úgy volt, hogy nem is játszhatunk, de a szervezőknek a zenekarra elkezdett gyorsan bepakolni, és még az utolsó pillanatban játszhattunk egy fél órát. Hát reméljük, hogy február 20-án szerencsésebbek lesztek, és leadhatjátok a teljes koncertet. Ha már így a koncertekről van szó, akkor ki szokta nálatok szervezni ezeket a dolgokat, ki foglalkozik az ilyen marketinggel, illetve a koncert szervezéssel? A ritmusgitárosunk Turánszky Csanád, ő a mi programszervezőnk, ő csinálja a honlapunkat és a honlapszerkesztést, ő foglalkozik a reklámtól kezdve minden ilyen dologgal, őt lehet megkeresni, és ő tájékoztat minket mindig mindenről. Ha már említetted, akkor a honlapotok címe www.riboxy.hu, tehát akit érdekel, az mindenféleképpen ugorjon föl ide. Beszélgessünk még arról, hogy terveztek-e új lemezt, és ha igen, akkor azt milyenre tervezitek, vagy van-e már kész szám ebből? Igen, igen, tervezünk egy új CD-t. Hát kész számaink már elég sok van, most nem 12 szám lesz egy CD-n, hanem csak 11. Ebből már elkészült 8 szám, és a maradék 4-et azt még most írjuk. Ez a kicsit más stílusú zene lesz, CD lesz, mint az előző. Kicsit lightosabb, kicsit ilyen undergroundosabb, kicsit funkisabb lesz, meg nem lesz annyira sok zúzás benne, de a fő motivumok itt is megtalálhatók. Egy-két vicces sztori biztos akad a zenekarral kapcsolatban, mondjuk ilyen gitár, törés, meg ilyesmi. Annyira nem volt vicces, legalábbis hát, nem volt bele viccesnek, sajnos velem történt pont meg ez az eset. Én nem lejtettem pontosan a gitáromat, hanem eldőlt a gitárom, és el is tört a nyaka, a húrok berántották, de szerencsésen még gyors műtéttel meg tudtam oldani. És meg lett ragasztva rendesen, gyorsan. 3 napig hagytam hozzá, se nyúltam, hogy még a mindenféleképpen megszáradjon a ragasztó, de azóta működik. Szóval hibátlanul működik, és még mindig is használom. Na hát, majd ha megmondod, akkor egyszer egy koncerten könnyű lesz legalább széttörni. Megfordult már a fejemben, hogy ennek örömére, mert sikerült egy új gitárt vásárolnom, hogy ha tényleg megugom, akkor egyszer szétzúzom egy koncert folyamán az utolsó számnál, de eddig még nem volt hozzá szívem. Na majd a szigetem. Így van. Ha bejutunk oda, biztos. Előbb-utóbb biztos, hogy befogtok szerintem. Nézzük, azt mondja, hogy az Aluljáróban című dalt fogjuk most meghallgatni tőletek, és hát egyúttal majd búcsúzunk is, de előtte azért mesélj erről a számról egy kicsit. Ezt a számot igazából a ritmusgitárosunk írta, ez elég vicces szövegű lett, kicsit ilyen alternatív beütések találhatók meg benne, de azért hülyek maradunk a rockzenéhez. Egy budapesti életről szól igazából, amit ha valaki elindul, akkor mivel találkozik Budapesten többnyire, mert mi ezt láttuk, mikor fönt jártunk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. A hallgatóknak üzennél-e valamit, vagy buzdítál-e őket arra, hogy akkor február 20-án a koncertetekre elmenjenek, illetve még bocsi, hogy már így legalább 3. kérdést teszem föl így nagy hirtelen, de még annyit, hogy milyen koncerttel készültök, vagy hogy szoktott ez nálatok zajlani, tehát mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak majd? Pörgős rockzenére mindenféleképpen. Annyira sajnos nem ismertek, persze akik már voltak koncertjeinken, azok ismerhetik a számainkat, de szerencsére elég dallamos rockzenét játszunk, a szöveget nem is ismerve, de táncolni és ugrálni és öröngeni biztos lehet rá. És akkor meghallgatjuk az Aluljáró című nótát a Riboxy zenekartól. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Sebők Sándort hallhatták. A Riboxy zenekar frontemberét, most pedig akkor jön az Aluljáróban című nóta, itt a Naprádiójában.